Na, szavaztok srácok, szavaztok itt Facebook, Facebook, hát köszöntelek titeket úr itt a csatornán, és köszöntelek benneteket, most egy ilyen zabálós videóban. Biztos már ti is nagyon sokszor, és lesznek is egyébként zabálós videók, biztos már ti is nagyon sokszor voltatok már úgy, hogy új valamit, amit szerettek, vagy amit, valamit, amit mondjuk nem annyira lehet, mert sokszor nem is arról szól egyébként, hogy mi az, amit nem szeretünk, szeretünk, nem szeretünk, hanem inkább arról szól a vágy, hogy mi az, amit esetleg nem lehet. Vagy drágább, vagy éppen úgy alakult, vagy tudod, apa nem vette meg, vagy ilyen gyerekkori tényleg dolgok, és úgyhogy most sajtburgert fogunk enni. Feltettem körülbelül 2 hónappal ezelőtt egy kérdést, hogy szerintetek ki mennyit enne meg sajtburgerből egyszerre, és legtöbben egyébként a 10-et írtátok. Én is úgy voltam vele, csak gondoltam, még 3 a magyar igazság, úgyhogy még 3-at rátoltunk, úgyhogy 13 darab sajtburger van itt. Burger King-es, mert én inkább Burger King fan vagyok, mint McDonald's, hogyha már gyors kajáról van szó, és ha már ezekről van szó, valamiért nekem ez egy kicsit jobban bejön. Talán egy kicsit gazdagabb az ízvilága, de ettől függetlenül hát ugyanaz a gyors kaja, tudjuk, és nem jó, meg nem szabad, de hát ilyennek is kell lennie, úgyhogy ezt fogjuk tenni, úgyhogy kicsit besajtburgerezünk, úgyhogy 13 darab sajtburgernek nekiesek, és megpróbáljuk megenni. Nem hoztam úgy semmit, se inni, se semmi, csak így gondoltam fogjuk, és... Bekarjuk az egészet a pizzában. Nem időre, meg... Meg ilyesmi. Tudom, megösszükben nem beszélünk. Csak betoljuk. Finom. Ay, mamá. Sosis a mustár. A második. Az a baj, hogy én már most érzem a drágó izmokat. Nem tudom, mennyire látszik, nem látszik, de az elmúlt hónapokban több mint 10 kilót fogytam, és nem eszek. Igazából nem is rágok. És gondoltam, ezt megünnepelem. 13 darab sajtburgerrel. Most kb. 13 kilót fogytam. Visszatoljuk. Lehet meg kéne áztatni valami ücsbe.
Hármat megettünk. Hát... Hát, hogy túlvállaltam magam. A tészta sok egyébként. Negyedik. Gyurika. Gyújtós. Be bírom nyomni? Be kell nyomni. Ha már megvettem, meg itt vagytok ti is, be kell nyomni. Már bevállaltam. Miért nem vettem csak tizet? Vagy hazudtam volna, hogy tizet vettem. De nem. Még finom. Jön az ötödik. Húha! Volt egy amikor szerintem, hogy most csak hagytam volna öt sajból rá. Én hozhattam volna. Wow. Hú. Gyorsan lenne elmétek, akkor azért kéne, idézősen, kéne, ilyen helyzetben, mert hogy a szervezet, hogy megeszed, az egy terítettség érzés, hogy elkezdesz enni onnantól kezdve egy 20 perc múlva jön. Tehát ezért is mondják, hogy jó lassan enni. Húha. Hú. Hatodik. Kólát nem vettem, meg krumplit. Kólát nem nagyon iszok. Meg még azt kellett volna, hogy még szénsav, meg krumpli.
Szakít már megint a mustár. Húha. Bocsánat. Túl egy fába vágtam a felszínen. Azt kell, hogy mondjam. Még az ember mit gondolná, nem? Hogy jó, jön már. Így csúszik le, így csúszik le öt darab. Ha nem. Jaj. Még itt van, hogy 2, 4, 6, még 7. Hú, srácok. Oh, nagyon megpróbálom. Nem adjuk fel. Nem adjuk fel. Nem, hogy meg kifogja rajtunk 7 csajburgert. Nem. Sok tészta. Elzsibott a lábam is. Nem bírom nyelni. Húha. Húha. Na. A srácok, azt hiszem, itt a vége, fuss el vélem. 7. Kész, nem bírok többet. Nem bírok többet. Meg is vágyult a hasam. Iszok egy kis narancslevet. Majd mindjárt. Hát nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy újra velem voltatok ebben a hülye videóban. Csak annyit egyetek, amennyi jól esik. Mindig annyit egyetek, amennyi jól esik. Basszus! Azért, ha jól szórakoztál, vagy ott nevettél rajtam, akkor, vagy bármi is tetszett a videó, akkor ne felejts el csapatni ide egy lájkot. Meg hogyha bármi ötletetek van, vagy bármit szeretnétek velem megosztani, akkor akár itt a komment szekcióban, vagy pedig a facepapi@gmail.com-ra ott tudtok megkeresni, ott tudtok írni, ott tudunk esetleg pár szót váltani. Aztán toljuk tovább. Csak előbb ezt kipihenem. Köszi, szevasztok, ciao.